egészen személyes találkozásaim voltak Kodály Zoltán Hári János című darabjával. A szegedi szabadtéri játékokon két alkalommal is koreografálhattam. Egyik alkalommal Kaszás Attila játszotta magát, Hárit, a legendás színész. Másik alkalommal pedig Bodrogi Gyula a császárt, és ami legkülönlegesebb benne, hogy Gérard Depardieu volt Napóleon maga. Én magam viszont két alkalommal is rendeztem a darabot, ezek a számomra legfontosabb és legszemélyesebb élmények. Ekkor az én saját műfajom, a balett nagyon fontos szerepet játszott benne, hiszen a szegény, derék magyar nép sorsát az egész darab alatt végig táncolhattuk. Az nyilván elmondható, hogy ebből az átlagos népszínű írásból Kodály zenéje az, ami a magyar népzene gyökereiből táplálkozó zene. Ez emeli fel ezt a művet a magyar nemzeti érzelmű nagy drámák sorába.